Lapozzatok kérlek Bibliáitokban a Efézusi levélhez, és a elmúlt héten megkezdett Biblia tanulmányunkat fogjuk folytatni. A szellemvilág és életünk kölcsönhatása. Az elmúlt találkozáson egy picit ilyen nagyobb ívben szemléltük a világbirodalmakat és a különböző erővonalakat, és hogyan befolyásolja ezeket a világban megnyilvánuló erővonalakat a szellemi valóság, a sötétség világa és erői, és milyen hatalmasan és erőteljesen befolyásolja az Istennek kegyelme, hatalmas ereje és az angyalok világa ezt a földi dimenziót. Ebben a második szolgálatban sokkal inkább a személyes részét szeretném, ha megnéznénk ennek az igének, a személyes részével kapcsolatos igazságokat. Nem véletlenül tettem ide egy beteg gyermekéért térden állva imádkozó édesapát, vagy éppen a gyermekéért imádkozó édesapát, mert egy szülőnek mi lehetne fontosabb, mint a gyermeke élete. És milyen nagy kegyelem az, hogy a hívő ember, az Atya Isten, az élő Isten, az a mindenható egyik az örök Isten, ez fordulhat bármivel az életében, a családjával kapcsolatosan és a gyermekeivel kapcsolatban is, és a személyes életére vonatkozóan is, mert az Isten a mindenható egyik az örök Isten, a mennyei Atya is, aki igenis törődik az életünk mindennapos dolgaival, azokkal a problémákkal, amelyek talán néha azt gondoljuk, hogy az Isten világán kívül esnek, mert aprók, pitjánerek, mégis azt tudjuk mondani, hogy igenis Isten törődik a mi életünkkel, és odafigyel ránk, legyen áldott az ő szent neve ezért. Az Efézusi levélből, a 6. fejezetből olvasom az első 3 verset, és majd a szellemi fegyverzetek rész pedig részről, részre, versről, versre fogjuk megnézni. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban, és az ő hatalmas erejében. Öltsétek magatokra Isten fegyverzetét, hogy megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben. Mert mi nem test és vér ellen harcolunk, hanem erők és hatalmak ellen, a sötétség világának urai és a gonoszság szellemei ellen, amelyek mennyei magasságban vannak. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosznapon, és mindent leküzdve megállhassatok. Amen. Eddig az ige. Emlékeztek rá, hogy legutóbbi találkozáson, akik itt voltatok, beszéltünk arról, hogy az Efézusi levélben, az előző fejezetekben a üdvösségről, a kegyelem evangéliumáról, a család életről, a munkához való viszonyról, a házasságról olvasunk, és ez mind-mind kulcsfontosságú terület, ahol az Istennek a kegyelme megnyilvánulhat a hívő ember életén. Az a változás, ami a szívében végbe ment, az újjászületés által a hívő embernek, az kiábrázolódik, megjelenik ezekben a társadalmi kapcsolatokban, viszonyokban, teljesen nyilvánvaló módon, sőt, a kívülállók csodálkoznak rá arra a változásra, ami egy ember életében, szívében végbe megy. Néha mi ezt nem is érzékeljük, éppen ma beszélgetünk felfedező csoporton is erről, hogy mi haladunk előre az életben hétről hétre, hónapról hónapra, és az Isten lelke szépen apránként változtatja az életünket, és ez a változás nem is tűnik fel olyan nagyon. Azonban, akik kívülről látják az életét egy megtérőnek, egy Krisztusnak odaszentett illető embernek, azoknak igenis feltűnik, hogy mennyi minden megváltozott az életében. Tehát ezek a szinterek azok, ahol a hívő ember életében lévő változás, a Szentléleknek a valóságos munkája, a Szentlélek gyümölcsének a megjelenése az életében, a türelemben, a szeretetben, a hűségben, a szelídségben, az önmegtartóztatásban, az örömben, a szeretetben, ezek megnyilvánulnak, ennek vannak kézzelfogható megnyilvánulásai. Azonban a Pál apostol azt mondja, hogy ezek mind nagyon fontosak és nélkülözhetetlenek, de hadd mondjam nektek, hogy van egy terület, amely a szellemi területben is nagyon fontos, hogy végül fel kell hívjam a figyelmeteket, hogy vannak napok, amelyeket úgy éltek meg, hogy nagyon erős támadás alá kerül az életetek, akár a gyülekezetetek, családotok, és érzékelitek azt, hogy ez nagy vihar. Tudjátok, a tengeren lehet hajózni, lehet kicsi csendes vizeken, kis hullámok között is hajózni a tengeren, meg lehet nagy viharban is hajózni ugyanazon a tengeren. Azt gondolom, hogy a nagy különbség van a kettő között. Amikor csendes vizeken hajózik valaki, vagy nagy hullámok között, többemenetes házi hullámok között kell hajózni a tengeren. Ugyanilyen az élet is.
Vannak simább napok, nyugalmasabb napok, könnyebb napok, és vannak olyan nagyon nagy viharok az életünkben, amikor a hullámok átcsapnak felettünk, akkor érezzük, hogy nagyon nagy erőt kell kifejteni, hogy úton maradjunk, hogy megálljunk a lábunkon, hogy ne adjuk fel, hogy ne csüggedjünk el, hogy tovább menjünk, hogy reménykedjünk abban, hogy élni fogunk és túléljük. Így van? Vannak ilyen időszakok is, azt mondja Pál apostol, hogy ezekben a napokban az Isten hatalmas erejére van szükségetek. És ha Isten hatalmas erejére van szükségetek, akkor jó hírem az, hogy az Atya Isten rendelkezésre bocsátja a szükséges hatalmat és erőt ezekben a napokban is. A elmúlt találkozáshoz visszautalva, tudjátok Jézusnak az egyik szimbolikus neve, Júda oroszlánja, Izrael báránya, mely utal egyrészt az királyi uralmára, hatalmára, ugye az oroszlán képében, és a báránya megváltó, a bűneinkért szenvedő, a bűneinkért helyettesítő áldozatként életét adó megváltó, és a megváltás jelenik meg. A királysága, a király uralmának, tehát szimbóluma az oroszlán, szokták mondani, az állatok király a leghatalmasabb, legerősebb állat a szavannákon. A Dániel próféta könyvéből idézem a elmúlt alkalommal a világbirodalmakat követő király uralomra vonatkozó, Krisztus király uralmára vonatkozó kinyilatkoztatást, amely még előttünk van, ennek a fizikai megnyilvánulása a Földön, az ezer éves királyságban, békeországlásban még előttünk van, miképpen előttünk van az új világ, az újjáteremtett világnak a beteljesedése is, amelyről a jelenések könyvében, prófétai kinyilatkoztatásban, jövendőlésben szól a Szentírás. Dániel 7:13-14. Láttam az éjszakai látomásban, jött valaki az ég felhőjén, aki emberfiához hasonló volt. Az öregkorú felé tartott, ugye Isten neve ez, az emberfia pedig Jézus Krisztus, és oda vezették hozzá. Hatalom, dicsőség és király uralom adott neki, hogy mindenféle nyelvű nép és nemzet őt tisztelje, hatalma örök hatalom, amely nem múlik el, és király uralma nem semmisül meg. Jeruzsálem központa lesz majd egy földi királyság, részlegesen helyreállítva a föld felszíne, klimatikus viszonyai élhetővé teszi az Úr Jézus, és lesz egy ezer éves királyság, egy időszak, amikor Krisztus maga fog uralkodni a földön, melyet követi majd a mennyei királyság beteljesedése. Ennek a korszaknak a végső lezárását követően. Ezek bibliai proféciák, ezekről olvashatunk a Bibliában. Dániel proféta tehát a világbirodalmakat követően előre vetíti a Krisztus király uralmának eljövetelét. A mai életünkre nézve mit is jelent ez a mi számunkra? Jézus azt mondja a Máté evangélium a végén, az utolsó gondolatok a mennybe menetele előtt, ugye a tanítványok szeme láttára felemelkedett a mennybe, ahonnan vissza fog jönni ezzel a király hatalommal és uralommal. Jézus hozzájuk lépett, és így szólt tanítványaihoz. Nekem adatott minden hatalom menjen és földön. Tehát a mai életünkre nézve igaz ez az ígéret, hogy Istennek fia, Jézus Krisztus bírja a hatalmat a mennyben és a földön. Azaz, teljes mértékben ura mindannak, ami a földön történik, és az ő hatalmán kívül nincs semmi. Nyilvánvalóan az, hogy ő engedi az embernek, hogy szabad akarata révén, a sátánnak szolgáljon, hogy a saját vágyait kielégítse, és saját feje után menjen, ez nem jelenti azt, hogy az ige nem lenne igaz. És hogy miben mutatkozik meg Jézus hatalma a földön? Abban, hogy amikor egy istentelen ember, egy pogány, egy Isten számára utálatos életet élő ember csak kiállt az Úrhoz, Jézus azonnal hatalmas módon megszabadítja őt. És kimenti a bűn és az ördög hatalmából. Mi ez, ha nem bizonyság arra, hogy Jézus Krisztus Úr ezen a földön? És neki van hatalma arra, hogy megszabadítsa a szenvedőt. És megszabadítsa azt, aki hozzáfolyamodik. Jézus Krisztus uralma és hatalma nem csak a mennyben, hatalom és uralom, hanem ugyanígy a földön is. Mindazok számára pedig megtapasztalható válik ez a hatalom, akik hozzá kiáltanak. Tiszta szíve jönnek hozzá. Ugyanez az igazság, amit Jézus maga fed fel, azt mondja, ha viszont én Isten ujjával űzöm ki, tehát Isten hatalmával űzöm ki az ördögöket az emberekből, akkor bizony
eljött hozzátok, elérkezett hozzátok, közel jött hozzátok Istennek királyhatalma, Istennek országa. Amikor az erős fegyveres, mondja Jézus, őrzi a maga palotáját, biztonságban van vagyona, de a nála erősebb tör ellene és legyőzi őt, akkor elveszi fegyverzetét, amelyben bízott, és szétosztja a zsákmányt. Azaz egy képet használ Jézus, az ördög erősségeiről beszél, akinek van hatalma és ereje az embereket megláncolni, bűnökkel megkötözni, szenvedélyek rabságába dönteni, babonával, hamis hitekkel magához láncolni, de amikor megjelenik a názareti Jézus az ő életükben, megtöri az ördögnek erejét, lefegyverezi az ellenséget, és kiszabadítja hatalmából azokat, akik őhozzá fordultak, és az ő segítségét kérik. Ismét megnéztem erre az ige hirdetésre készülve a Dorin Irvine-nak a bizonyságtételét, aki Angliában élt, tudomásom szerint már elhunyt néhány évvel ezelőtt, 87 éves korában, és oda szentelte magát lépésről lépésre a sátánnak, és addig jutott, hogy Európa vezető boszorkánya lett, és a sátán feleségévé választották. Úgy lehetett ez, hogy egy tűzben kellett átmennie, úgy, hogy a tűz nem ártott neki, sem haját nem perzselte meg, sem a ruháját, és a nagy tűzön átment, és a sátának meg kellett jelennie ebben a tűzben, és az volt a jele annak, hogy a sátán feleségül vette, és írtalatos hatalmat nyert az ördögtől. Mindaddig ennek a hatalomnak a birtokában volt, és közben egyre inkább érezte a gyötrelmet a lelkében, tehát a fájdalmat, a békétlenséget, a szorongásokat, minden közepette egy iszonyú hatalmat kapott, írtatos hatalom volt, elámította a többi boszorkányt is, fekete boszorkányt, amíg nem találkozott egy baptista lelkipásztorral, aki egy rendőrrel, vagy újságíróval ment éppen a kultikus helyére a boszorkányoknak, hogy leleplezze őket, és zöld kötfelhőt parancsolt a vezető boszorkányok köré, és sem a ködöt, sem őket nem látta, sem a lelkipásztor, sem az újságíró. Vagy másnap, amikor olvassa az újságban, hogy biztos ott voltak a boszorkányok, nyilatkozza a lelkipásztor, mert éreztem a szellememben a sötétség erőinek jelenlétét. Egyszer megdöbbent azon, hogy van más is? Van egy más hatalom is? Ami hatalmasabb, mint az ördög, a sátán hatalma, ami eljutott a legvégsőkig a sátán hatalmába. És elment, ennek a vágya, egyre inkább vágyakozott kijönni ebből a gyötrelemből, amiben ő belekerült a sátán fogságában, elment egy istentiszteletről, egy evangelizációs összejövetel volt. Hirdették a názareti Jézus Krisztusról szóló evangéliumot. És hívták az embereket előre, hogy menjenek, adják át az életüket Jézusnak. És azt mondja ez a nő, hogy érezte a testén a lánc szemeket. Hogy láncok kötözik oda a padhoz, hogy ne mehessen el. És azt mondja, nyomták a lánc szemek a testét, annyira fizikailag érezte, és azt hallotta a hangot, hogy te az enyém vagy. Nem mehetsz. És akkor elkezdtek énekelni, hogy Jézus nevében lehullanak a láncok. És a názareti Jézus hatalmas erejével megszabadítja a bűnösöket. És elkezdték énekelni, a kórus elkezdte énekelni ezt az éneket, egyszerűen csak leestek róla ezek a láncok, és előre ment. És megtett egy nagyon fontos lépést Jézus Krisztus felé, aztán hosszú hónapoknak a imaharca következett, egy Neil Anderson nevezetű baptista lelkipásztor, egy presbiter társával többször imádkozott érte, és elég sok démon ment ki belőle, akik beléptek az ő életébe, hozzákapcsoltak az ő szelleméhez, a lelkéhez, és ezek a gonosz démonok tömegei részévé váltak az életének, egyrészt hatalmat kölcsönöztek, másrészt pedig szívták az élet erejét, és ez a hölgy végül teljesen megszabadult, helyreállt, meggyógyult, és Istennek oda szentelt életet élt, egészen élte végéig. Nagyon sokat volt a templomban, imádkozott, nagyon sokat ült ott, akkor nem volt Isten tisztelt, akkor is. Ott volt, és imádkozott, olvasta az igét, és imádta, dicsőítette, magasztalta azt a Jézus Krisztust, akinek hatalma van a mennyben és a földön. Minden hatalom neki adatott. És ez a hatalom az, amely az ördög erők felett való hatalom is, tehát a gonosz szellemeknek ki kell menni azoknak életéből, akik az Úr Jézus nevét hívják segítségül. És nem birtokolhatják gonosz szellemek azoknak életét,
akik az Úr Jézushoz fordulnak, és neki adják az ő életüket, bűneiket megvallva, töredelemmel odajönni, és kérve az Úr kegyelmét, szabadítását. Áldassék az ő szent neve. Jövése könyvében a jövőre nézve következő profétai kinyilatkoztatást olvassuk a mennyei királyságról, az örök országról, és letöröl minden könnyet a szemükről. A halál sem lesz többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem fájdalom nem lesz többé, mert az elsők elmúltak. A trónuson ülő ezt mondta, íme újjá teremtek mindent. És így szólt, írd meg, mert ezek az igék megbízhatóak és igazak. Milyen is lesz ez a hely, Isten világa, Isten országa, és letörli a szemedről a könnyeket. Milyen lesz ez a világ? Nem lesz halál, gyász, jajkiáltás, félelem, szenvedés és fájdalom. Nem lesz többé, mert elmúlt az, amiben ez volt az emberek sokaságának osztályrésze, és Isten egy újat, egy új teremtést hoz létre. A szellemi fegyverzet, mint mondtam, kibontásra kerül az Efézusi Levél 6. fejezetében, a felolvasott igeszakasz követően. Nézzük a felolvasott igeverseket röviden, nem minden egyik verset nézzük meg, hisz volt, amit előző alkalommal már megnéztünk, ennek az igehirdetésnek a anyag elérhető a YouTube csatornánkon. Végül pedig erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, olvastuk az Efézus 6:10-ben. Figyeljünk a többes számra. Erősödjetek meg. Nem azt mondja az írás, erősödj meg. Persze benne van az, hogy erősödj meg, de nyilvánvaló, hogy nem egy személyes hadseregről beszél a Biblia, hanem Isten seregéről, Isten népéről beszél a Biblia, amelynek megerősödéséről van itt szó. Persze mindenkinek a maga helyén megvan a szerepe ebben, de az Isten igéje azt mondja, hogy ti Isten népe, Isten gyülekezete, erősödjetek meg az Úrban és az ő hatalmas erejében, mert csatát egyedül nem lehet nyerni. Viszont a sereggel, amelynek a fővezére Jézus Krisztus, biztos a győzelem. Ne a magunk erejébe bízzunk, hanem éljünk a tőle kapott erővel és hatalommal, melyel harcunkat győztesen megharcolhatjuk, és mindig biztosan tudhatjuk, hogy ebben a harcban nem vagyunk egyedül. Egyrészt itt vannak a testvéreink, a gyülekezet közössége, másrészt pedig a seregnek a vezére, Jézus Krisztus, ami megváltunk. Isten minden kegyelmére és fegyverzetére szükség van a gonosz napon, azt mondja az írás, hogy ezekkel az erőkkel, annak fortéjával, hazugságával szemben megállhassunk, és a csapdákat, amelyeket az úton elénk helyez, kikerülhessük. Milyen nagy kegyelem az, biztos átélted már, amikor erősen megtámadott az ellenség, kísértés, megpróbáltatás, és az Úr adott neked erőt, imádkoztak érted, megosztott a testvéreiddel, átmentél rajta, és amikor eltelt egy nap, mikor megszabadított az Isten, és jött a következő nap, megdöbbentél rajta, hogy milyen erővel övezett fel az Úr, és akkor még milyen gyengének érezted magad. Tehát, hogy már elestem, mondja az ige. És amikor visszanézel erre, az Isten hatalmas erejét tapasztalva, azt mondod, hogy húram, milyen nagyszerű, hogy megőriztél engem, és nem is akarom azt, ami volt. Mert nem is úgy látom azt, amit akkor láttam. Abban a helyzetben sokkal reménytelebbnek láttam azt a helyzetet. Sokkal kilátástalannak tűnt. Már majdnem elestem, már majdnem feladtam. Most visszatekintve arra a helyzetre, uram, milyen hatalmas vagy. Nem is tűnik olyan nagynak, mint amikor akkor elöntött ez az egész. Így van? Mikor megerősít téged Isten hatalmas ereje, és megtapasztalod az ő szabadítását és kegyelmét, és kikerülöd a csapdákat, nem buksz el, akkor azt mondod, Uram, örömöt adtál nekem, fellélegzést adtál nekem, jó vagy, Uram, hozzám, halleluja, magasztalak téged.
Ne feledd el, hogy az ördög mesterkedésének, csapdáinak célja a te életed elvétele. Meg akar ölni. Embergyilkos volt kezdettől fogva. Nem lehetünk büntetlenül hanyagok a harcmezőn az élet mindennapjaiban. Nem lehetünk felelőtlenek, mert ennek a hanyagságnak vagy felelőtlenségnek súlyos ára lenne az életünkben, amelyet meg kell fizetni, ha valaki nem éber. Isten kegyelméből akarja tehát adni nekünk a teljes fegyverzetet, hogy Krisztus seregében győztesek lehessünk testvéreinkkel együtt Urunk oldalán. Ő nem csupán családjába, mint elmondtam, hanem seregébe is fogad, és a legkiváló fegyverzettel fegyverez fel. Ha olvastatok ilyen háborús beszámolókat, hogy például a Don Kanyarnál miért volt akkora tragédia, amely érte a magyar sereget, az egyik ok az volt, hogy nem volt megfelelő felszerelésük. Nem volt megfelelő ruházatuk. Tehát azt gondolom, egy csatában, egy harcban, egy háborúban rendkívül fontos, hogy kiváló felszerelése legyen a katonának. Másrészt meg kiváló kiképzés kapjon a katona. Ez is fontos. Néztem most több ilyen videót, hogy a orosz speciális haderő, az amerikai speciális haderő, a francia idegen légió, hogy hogyan készíti a katonáit föl, és fölkészíti kiválóan, de ez nem elegendő a felkészítés, hanem legkiválóbb, a legkorszerű fegyverekkel látják el ezeket a katonákat, hogy azt a küldetést, amelyet el kell végezniük, azt sikeresen tudják elvégezni. Tehát Jézus Krisztus egyrészt felkészít bennünket a harcra, másrészt fel is fegyverez bennünket méghozzá ebben a harcban a legkiválóbb fegyverzettel, amely spirituális dimenzióban, szellemi dimenzióban kell megvívni, de ezek nagyon gyakorlati, kézzelfogható eszközök. Nem ilyen elvont harci fegyverek. Azt olvastuk, ugrok ugye ezeket a rétegződéseket a spirituális világban, a szellemi dimenzióban, ezekről elmúlt alkalommal beszéltem, most átugrom ezt a szakaszt itt az Efézusi levélben, nem ismétlem magam. A 13. versben azonban ezt olvassuk. Éppen ezért vegyétek fel Isten fegyverzetét, hogy ellenállhassatok a gonosz napon, és mindent leküzdve megállhassatok. Fegyverzet kifejezés mind a görögben, és a görögből származott angol kifejezésben a teljes vértezetet jelenti. Teljes fegyverzetet. Maga a kifejezés, a fegyverzetre vonatkozó kifejezés azt jelenti, hogy hiánytalan. Hiánytalan harci öltözet. Minden megvan és a helyén van. Ezt jelenti. A gonosz nap pedig ugye káros, ártalmas hatásában, befolyásában, kártékony, rosszindulatú, pusztítani akaró. A kísértés, nyomorúság vagy szenvedés napja, amelyben küzdelmünk van, és győzelmet ad az Úr. A sátán királysága a bűn, a sötétség birodalma. Ellenállni a sátánnak azt jelenti, hogy ellenállok a bűnnek, a kísértésnek, azáltal, hogy Istennek engedelmeskedem és ráfigyelek. A szemeimet rászegezem Jézus Krisztusra. Két helyről hadd olvassak ez igét. Az egyik a Jakab 4:7. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, és álljatok ellen az ördögnek, és ő elfut tőletek. Istenre figyelek, az ő akaratát keresem, az ő gondolataival telít meg a szívem, szellemem. Az ő akaratát keresi a szívem, a gondolatom, és ez eredményezi a következményt, hogy ellene állok az ördögnek. A bukás oka sokszor a keresztényeknek, hogy a bűnre koncentrálnak, a kísértésre koncentrálnak, és nem az Isten akaratára. És mit akar az ördög? A nehéz napon le akar választani ezekről a forrásokról, hogy ne olvass igét, ne imádkozz, csüggedjen a lelked, ne menj gyülekezetbe, legyél laza, engedd ki. Pont azt akarja, amivel egyedül győzhetsz. Hogy Istenre, Krisztusra tekintesz, és az ő akaratát keresi a szíved. És amikor Isten akaratát keresed, akkor már eközben elkezd megváltozni a szemléletmód. És a szorítás is megváltozik. Másképpen kezdjük látni azt a nehéz helyzetet, szorító helyzetet. Más perspektívába kerülnek az emberek, a személyek, az események.
a jövő, amely sötét volt és reménytelen volt, megváltozik a szemléletmódunk. Akkor elkezdjük keresni az Isten akaratát ezekkel kapcsolatosan. Imádkozni, olvasni szent igéjét, beszélgetni testvérekkel, megosztani azt, amiben vagyunk, kérni az ima támogatást. És mind-mind, ezek a dolgok mind-mind azt eredményezik, hogy Istenhez emelem a szívem. Aztán a zsidókhoz írt levél ugyanezt erősíti meg a 12. rész első két versében. Ezért tehát mi is, akiket bizonyságtevőknek akkora felege vesz körül számtalan csoda, amelyet Isten cselekedett emberek életében, csak ebben a teremben most, hogy itt vagytok, százával, ezrével mondhatnánk a bizonyságtételeket, amelyben megtapasztaltuk Isten szabadítását. Ó, halleluja, halleluja, dicsőség az Úrnak. Tudom, hisz többőtöket ismerlek személyesen, és tudom, miken vezetett át az Úr. Bizonyságtevőknek felegvesz körül, tegyünk le minden ránk nehezedő terhet, és a bennünket környékező, ránk tapadni akaró bűnt. És álhatatossággal fussuk meg az előttünk lévő pályát. És itt van az, amiről beszélek, és nézzünk fel Jézusra. Ha itt szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte lévő öröm helyett, a gyalázattal nem törődve, vállalta a keresztet, és az Isten trónjának jobbjára ült, és bírja Isten hatalmas erejét. Nézzük meg a kereszten szenvedő Krisztust, aki győzött és diadalmat aratott a kereszten kifolyt vére által, hogy neked szabadításod lehessen. És Isten ereje lakosszasson a te szent életedben, az Istentől megszentelt életedben, és az enyémben is, halleluja. A sátán célja, hogy elválasszon a mennyiektől, a forrásoktól, a mennyei áldástól, az utánpótlástól. A katonai hadviselés egyik módja, hogy a hát országával kapcsolatot meg akarja szakítani. Az egyik oka a Nagy Sándor bukásának az volt, hogy túl távol került a hát országtól, az utánpótlási vonalak messze estek, és ezért elbukott a világhódító. Mit akar az ördög? Hogy elvágja az utánpótlást. A bátorítást. Mit akar az ördög, hogy ne hallgass igét, hogy ne táplálkozz, hogy ne imádkozz, hogy kikerülj a közösségből, és mit akar a Szentlélek, ezekben meg akar erősíteni téged. El akarja vágni az atyáddal való bensőséges közösséget, be akarja mocskolni, meg akarja rontani a szívedet, és a szívedben a mennyei reménységet. El akarja azt halványítani, értéktelníteni akarja a szívünkben. Ne engedjünk neki, Istennek engedjünk, és álljunk ellen a sátánnak. Ne feledjük, nem test és vérelem van a harcunk, ellenségünk nem feljátékos. Ő a hazugság, a kísértés, a gonosz forté, az elbizonytalanítás mestere, amaz ősi kígyó, akivel dolga volt Ádámnak és Évának a paradicsomban. 6,5 ezer éve gyakorolja mesterkedését, és tudjuk, hogy nagyon veszélyes ellenségünk ő. Ezért Isten speciális fegyverekkel látja el az ő népét. És ha ezeket szabályszerűen használva, szabályszerűen küzdesz és küzdünk, biztos a győzelem. Biztos. A kimenetele nem kérdéses. Győzelem. Győzelem. Mondd ki ezt a szót. Győzelem. Halleluja. 14. versében a szakaszban. Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat, igazság szeretettel, és magatokra öltve a megigazulás páncélját. Ki volt itt katona ezen a helyen, aki valaha volt katona, vagy most is az? Annak. Emlékeztek-e rá, hogy mire való az öv? Miért olyan fontos a katonának az öve? Nadrágjelenéssel, ez egy előnyös opció. De ha jó rá, akkor nem este le. Pisztolyt is rá lehet tenni. Alapvetően egy teljes menetfelszerelésben lévő katonának a felszerelésnek az elemei az övhöz vannak kötve. Legalábbis régen ez így volt. Az öv tartotta, oda kellett kötni, kapcsolni, és az öv volt az, ami összefogta az egész felszerelést. Kivetted az övet, akkor mindegy lelógott róla, és akkor húzta maga után a katona. De az öv az, ami kulcsfontosság volt, mert minden harci fegyverzetet összefogott
rajta, és egyáltalán a harcra alkalmasságnak nélkülözhetetlen eszköze volt még az én időmben. Vegyvédelmi felszerelés, hátizsák, mindenféle dolgot össze kellett kötögetni, meg pakolgatni rá. A gyalogsági ásó, stb. Még nekem ilyenek is voltak, és furkáltunk össze-vissza. Az emlékek megszépülnek. Na mindegy. És magatokra öltve a megigazolás páncélját, mindjárt rátérünk, de maradjunk az övnél. Másik dolog pedig a korabeli időkben, ugye az öltözet nagyon sokszor ilyen hosszú egyberuhák voltak. Na most ebben harcolni az elég sikertelen lett volna, de ezeket össze kellett kötni, föl kellett kötni ezeket a lógó ruhadarabokat, hogy ne botoljon el a harcban, és ne azért pusztuljon el a szegény katona, hogy belebotlik a saját ruhájába, hogy belakad a kardja, hogy valami, tehát egy rendezetlen, kinézetű, össze-vissza öltözetű katona, ugye nem lehet eredményes harcban, ez az ő összefogta ezeket a ruhadarabokat, ruházatot, és harcra alkalmassá vált a katona. Szolgálatra alkalmassá válik a hívő, ha helyén van az öv az életében. Azt mondja Lukás 12:34-ben, mert ahol a ti kincsetek, ott lesz a ti szívetek is. Legyen derekatok felövezve, és lámpásotok meggyújtva. Mondja az ige, tehát készüljetek, ugye a készültségnek, a készenlétnek, a Biblia szerint fontos eszköze, az öv a készenlétet, a készültséget, felkészülök. Harcra készülök, várom az Urat vissza például. Ennek a szimbóluma is. Az igazság öve, a kifejezés, a görög kifejezés itt az igazságnál, ugye kétféle igazság kifejezés van a Bibliában, amit a magyarban egyiket igazságnak fordít, a másikat pedig megigazításnak, vagy megigazulásnak fordít, két külön görög kifejezés, mind az igazsága van kapcsolatban, de más jelentéssel bír. Itt az első van az igazság, vagy valóság kifejezése, található a Bibliában, az azt jelenti, hogy kössétek föl a valóság szeretetének, az igazság szeretetének derékövét. Ki az, aki a legvalóságosabb személy ezen a világon? A leghitelesebb, legvalóságosabb, legigazabb? Jézus Krisztus. Jézus Krisztus. Azt mondja, én vagyok az út, az igazság, ugyanaz a kifejezés van. És az élet, senki sem mehet az atyához, csak is én általam. Tehát az alapvető felszerelési eszközünk, az öv, az igazság szeretet deréköve, az a Jézus Krisztushoz való viszonyunkat jelenti. Hogy szeretjük-e őt, aki egyedül valóság, aki az igazság, aki az igazságot mondja, akinek szavához, életpéldájához mérten el lehet igazodni, hogy mi az egyenes, mi a tiszta, mi a jó hírű, mi az, ami nemes és dicséretes. A vele való közösség az, amiről ez az öv beszél a szellemi harcnak alapvető eszközeként. Aztán beszél itt az írás a megigazulás páncéljára, az igazságnak egy másik kifejezése, ez pedig azt jelenti, hogy Isten megigazított engem ingyen kegyelemből. A mellvas a katona öltözetében, ugye a mellkast védte, a szívét védte, hogy azt el ne találja az ellenség, és így el ne pusztuljon. A sátán nyilai és mesterkedései megpróbálják elérni az embernek a szívét. Igyekszik a figyelmünket elterelni, és elbizonytalanítani bennünket. Arra nézve, hogy az Isten megbocsátotta minden vétkünket. Hogy csinálja az ördög? Amikor gyenge napjaid vannak, amikor legyengülsz, akkor elkezd vádolni téged. Ugyan már, milyen ember vagy te? Hát hogy lehet, ilyen gondolataid vannak? Hogy lehet, hogy ilyet mondtál? Hívő vagy te egyáltalán? Szerintem nem vagy hívő. Isten már nem is szeret téged. Na, nem akarok az ördög ügyvédje lenni. Mit akar az ördög? A szívedet akarja az ördög. Azt akarja a szívedben elérni, hogy ne higgy az Isten megigazító kegyelméből, amely ingyenes. Amely független a te tetteidtől. És ez nagyon durva.
mert mi mindent megveszünk, és mindenért megdolgozunk. A Biblia pedig azt mondja, az Isten megigazító kegyelme azt jelenti, hogy Isten téged olyan tisztának és igaznak lát, mint a fiát, Jézus Krisztust, méghozzá ingyen kegyelemből. És azt mondja, hogy a fiam igazságát neked tulajdonítom. A te bűneidet pedig neki. Azért ez durva? Ez jelenti, hogy be van fedve a szíved, és ezt az igazságot rendíthetetlenül bírod. Hit által megragadtad, hogy Isten a maga igazságát tulajdonította neked. És ezért olyan igaznak fogad el téged, mint a fiát Jézus Krisztust. Római levél 4. rész 5. versétől, aki pedig nem fáradozik, hanem hisz abban, aki megigazítja az istentelent, annak a hite számít igazságnak, megigazításnak. Ahogyan Dávid is azt az embert mondja boldognak, akinek az Isten cselekedetek nélkül tulajdonít igazságot, megigazultnak fogadja el. Boldogok, akiknek megbocsáttattak törvényszegéseik, és akiknek elfeleztettek bűneik. Boldog az az ember, akinek az Úr nem tulajdonít bűnt. A megigazultság azt jelenti, hogy Isten nem vádol téged. Nem emlékszik a te bűneidre. Minden vétek és minden bűn, amelyet megbocsátott az Isten, megvallottad és megbocsátott az Isten, Isten arra nem emlékszik. Hanem azt mondja, igaz vagy gyermekem, szent vagy, tiszta vagy, az én fiam Jézus vére van rajtad. Ez nagy erő azért, nagy bizonyosság, erős talapzat, oroszlán szívű keresztény lesz ebből. Bizonyos abban, hogy az Úrhoz tartozom, Isten gyermeke vagyok. Ő szeret engem, megbocsátotta a bűneimet, igaz vagyok, erővel telt meg az én életem. Szóval azt mondja az írás a 15. versben, Efézus 6.15-ben, felsarúzva lábatokat a békesség evangéliuma hirdetésének készségével. Az örömhír Krisztus keresztjéről, az Isten megbocsátásáról szól, ahogy mondja a korintusi első levélben Pál a 15. rész 3.-5. versében, kiemelek néhány gondolatot ebből, hogy tudnélik Krisztus meghalt a mi bűneinkért. Az írások szerint, a profécia beteljesítéseként. Eltemették, és ugyancsak az írások szerint feltámadt, hogy megprofétálták, ő feltámadt és legyőzte a halált. A harmadik napon. És megjelent, azaz találkoztunk vele személyesen. Megjelent a mi életünkben is. Megjelent a mi számunkra is. Mi találkoztunk a feltámadt Jézus Krisztussal. Tudjuk, kicsoda ő. Ez az evangélium. Krisztus evangéliumában Isten közli az ő hatalmas és szabadító erejét. Megváltást hoz a sátán hatalmából, és kiengeszteli Istent a mi bűneinkért. Az evangélium pedig annak hirdetése által él az emberekhez, hogy prédikáljuk, hirdetjük a kegyelem evangéliumát, a bűnök bocsánatát, és meghirdetjük Krisztusban, amit elmondtunk, és azt mondja az írás, hitát hallásból van, a hallás pedig a Krisztus beszéde által. Így lettünk mi is hívők, hogy eljutott hozzánk az evangélium igazsága, amely hatalmas, szabadító erővel bírt, mint ahogy ezt a vezető fekete boszorkányt megszabadította az Úr, az evangélium hatalmas ereje által, amikor meghirdették az evangélium igazságát, hogy Jézus Krisztus meghalt a bűneidért, ő a te szabadítód. És démonok tucatjai sem voltak képesek meggátolni azt, hogy ő Jézus Krisztushoz menjen. A békesség evangéliumának hirdetéséről beszél itt az írás, ugye ez Iréne görög kifejezésből. Békesség ugyanakkor jelenti ez a görög kifejezés azt is, hogy valamit, ami megromlott, újra összekapcsolni. Valami, ami elszakadt, újra kapcsolatba hozni. A békesség evangéliuma pontosan erről szól, hogy megbékélhet az ember az Istennel, a megromlott kapcsolat, ami az édenkerti bűneset miatt megromlott, a második Ádám Krisztus áldozata által helyreállhat, összekapcsolódhat.
Erre mondja az írás a 2 Korintus 5:18-21-ben, mindez pedig Istentől van, aki megbékéltetett minket önmagával Krisztus által, és nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Isten ugyanis Krisztusban megbékéltette a világot önmagával, úgy, hogy nem tulajdonította nekik vétkeiket, és ránk bízta a békéltetés igéjét. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg Istennel, mert azt, aki nem ismert bűnt, bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Ez a békéltetés evangéliuma, a békesség evangéliuma. Aztán a római levélben, az első részben ezt olvassuk. Mert nem szégyellem az evangéliumot, mondja Pál apostol, hiszen Isten ereje az. Minden hívőnek üdvösségére, szabadítására. Elsőként zsidónak, de görögnek is. Mert Isten a maga igazságát nyilakoztatja ki benne hitből hitbe. Ahogyan megvan írva, az igaz ember pedig hitből fog élni. Péter így ír erről, ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szennek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek ezt a bennetek lévő reménységet. Készen legyetek, mert jönnek olyan szituációk, ilyen helyzetek, amikor nem mondhatsz mást. Az evangéliumot kell mondanod, mert egyértelmű, hogy nincs más megoldás. És a példabeszédek könyve 11:25, az ajándékozó, az adni tudó, akaró bővölködik, és aki másokat felüdít, maga is felüdül. Azt mondom nektek, most az elmúlt héten is több csodát láttam, éltem át emberek életében, Isten cselekedett, és csak azt mondom, Uram, ennél nagyobb öröm nincs. Tehát annál nagyobb öröm, mint hogy ezt látni, hogy te mit teszel emberek életében, hogy hogyan szabadítod meg őket, és hogyan jutnak hozzád közel, és hogyan mutatod meg hatalmadat. Hát ennél nagyobb öröm nincs az életben. Én erről nem akarok lemaradni. Ezért szükséges a saru. A készség, látjátok? A készség. Hogy amikor számon kérik tőlem, akkor már én készültem, kész vagyok. Satra készen vagyok. Nem az, hogy Biblia rohangáljatok össze-vissza, mindenki szólongassatok le, hanem legyetek készek a találkozáson felismerni, hogy ő az, aki azt elkészítette. És itt a lehetőség arra, hogy őről a tanúbizonyságot tegyek. Mert ki tud tanúbizonyságot tenni Jézus Krisztusról, aki ismeri őt, aki találkozott vele. Ki tudja hirdetni az evangéliumot, aki megszabadult. És saját tapasztalata van arról, hogy mit jelent az evangélium ereje és hatalma az én életemben, és a szabadítása az életemben. A saru ahhoz kellett a római katonának, hogy előre tudjon törni. Szegecsek voltak a talpán, egyrészt azért, hogy a gal csapdák, ezek a szeges csapdák ne szúrják át a talpát, másrészt meg, hogy meg tudjon kapaszkodni a földön. Akkor fogták a pajzsot, akkor ez stabilitás adott a talajban, kicsit belefúrott, mint a stoplis csuka a focinál. Értitek, hogy meg lehet támaszkodni, nem csúszik el az ember. És megfogták a pajzsot, és így tudtak megtámaszkodni, és az ellenségnek ellenállni, sőt, teret nyerni, és előre menni ezzel a saruval, és elfoglalni Isten országa szempontjából területeket. Hogyan tered Isten országa? Úgy, kedveseim, hogy megtér a munkatársad. Megtér az édesanyád, a testvéred, a rokonod, a szomszédod. És amikor megszabadítja őt az Isten, és belép az Isten országába ő, és Isten királyságának részévé válik, megtapasztalja Isten szabadítását, kegyelmét és erejét, akkor ott, abban az életben Isten országgal előlépett. És aztán belép egy családba, megtérnek az emberek, és egy család válik Istennek kegyelméből, Isten országának részesévé. Most kaptam egy hírt, volt egy férfi, aki beszélgettünk, találkoztunk, elkezdte keresni az Urat, már viszi a családját, megy vele a családja is. Már Isten országa terjed, tovább lépett, tovább haladt az életükben. És azt mondja, halleluja, dicsőség az Úrnak. Van valaki, akiben elindul az élet egy családban. Ott Isten országa tovább lép. És hidd el, Istenek terve az egész családod az övé legyen. És elmondhasd, én és az én házam népe az Urat szolgáljuk, és imádkozz érte. Imádkozz érte. És az Úr meg fog hallgatni téged. Te emlékeztek rá, elmondtam, a kínai ébredésben volt egy nő, Kínában az nem volt divat megtérni keresztények lenni, mert általában börtönbe zárták érte az embereket, és megtért egy nő, egy anya,
és megtapasztalta az Úr Jézus szeretetét, Isten kegyelmét, a bűnbocsánatot, megszabadult a halál félelemből. És boldog volt. De a férje nem akart tudni se Jézusról. És a házban nem volt egyetlen nyugodt hely sem, csak a WC. És ő bement rendszeresen a WC-be, és letérdepelt, és könyörgött, esedezett, hogy Uram, ments meg az én férjemet, szabadíts meg, és törd meg a kemény szívét, hogy megtérjem. És hosszú-hosszú ideig imádkozott érte. És a férje egy napon megnyílt az Úr felé. Átadta az életét Jézusnak, és akkor megtudta a feleségét, hogy a WC-be imádkozott hosszú hónapokon, éveken keresztül, azt mondta, én oda akarok menni a WC-be, és ott akarom átadni az életemet Jézus Krisztusnak, ahol te érettem, könyörögtél, és bementek a WC-be, ott letérdefeltek, és ott átadta az életét Jézus Krisztusnak. Lehet úgy tűnt, egy hét, két hét, egy hónap, négy hónap, öt hónap, egy év, két év, hogy hiába. De mégsem, végül mégsem volt hiába. Mégiscsak meghallgatta az Isten. Mert imádkozzatok mindenkor a szellem által. Ez is a szellemi fegyverzet része. Néha nem tesszük bele. Imádkozzatok mindenkor a Szentlélek által. Ne a saját értelmetek, a saját gondolataitok, a korlátjaitok határozzák meg az imádságaitokat, azt mondja Pál. Mert ha én magamra néznék, börtönben vagyok. Testvérek, börtönben vagyok. Ha magamra néznék, mit tudok én csinálni? Lehet megölnek. Ezért inkább a lélek által imádkozok, és azt mondom nektek, ti is imádkozzatok, hogy prédikálni tudjak. Mert ha kiszabadulok innen, legyek kész. Nehogy már össze kelljen kaparni magam egy pár hónapig, ha kiengednek, azonnal tudjak szolgálni. Hát startra kész akarok lenni. Láttatok már Forma 1-es autót, amikor kihúznak a boxból? Én ilyen meg is büntetnek, mert gyorsan lő ki. Hát nem mondják, szammogjunk egy kicsit, menjünk ki, lassan, óvatosan neki menjünk valaminek. Győzni akarnak. Győzni akarnak. Ezzel a mentalitással élik az életet. Az ókori katona felszerelésével kapcsolatban már említettem. Aztán vegyétek fel mindenképpen a hit pajzsát, amellyel kioldhatjátok a gonosznak minden tüzes nyilát. A római katona, ugye Pál apostol egy római katona felszerelésére ezt a felszerelést használja, hogy valami spirituális szellemigazságot megértessen velünk. Egy vizuálisan megragadható kép volt. Akiknek írt, azok mindegyik látott római katonát. Engem picikét ez nehezebb, mert pajzsos, meg kardos katonákat már nehezen lehet látni. Maximum vízszemlén látunk ilyen kardos katonákat, de hát pajzsra már nem nagyon bohózkodnak, mert hát ugye az sokat nem ér a jelenlegi fegyverzete szemben. Ott, abban az időben viszont a pajzs, az nagyon fontos dolog volt. Bőrrel bevont fapajzsokat használtak a rómaiak, hogy könnyű legyen. Másrészt pedig a bőr alkalmas volt arra, hogy a csata előtt beáztatták, átnedvesítették, és amikor lőtték a tüzes lövegeket, nyilakat rájuk, akkor ezzel a pajzzsal védték ki ezt a tüzes nyilzáport és lövegeket, és nem gyulladt meg ez a pajzs. Másrészt a pajzs alkalmas volt arra, mint mondtam, többes számról beszél a Biblia, az igazán híres, ki tudja, milyen alakzat ez? Van, aki latinul is tudja. Phalanx, ez látod, phalanx. A teknős béka alakzat egyébként, úgy hívják. Azaz, mindenkinek megvolt a szerepe. Aki középen álltak, azok a pajzsot a fejük fölé emelték, és a felülről jövő támadást hárították el. És az alakzat tudta fordítani a védekezést. Azt mondta, balról támadunk. Akkor a baloldalia kitették a, balról támadnak, baloldalia kitették a pajzsokat. És egyszerűen az alakzat megfordult. És védték egymást. Fölülről is, és az oldalról érkező támadásnak is, nagyon, támadás kivédésére is fontos eszköz volt a pajzs. A tüzes nyilat pedig azok a gondolatok, amik egy indulat, egy indulatos gondolat, hogy adj neki, fizess meg neki, nem teheti ezt veled. A vágyak, amikor a tüzes nyilak belőnek egy gondolatban próbálják megkísérteni a hívő embert, hogy fellobbanjon benne valamilyen szint az indulat, a vágy, vagy a kétség, vagy a félelem uralkodjon el rajta, lobbantsa lángra az életét ennek kivédésére a hit pajzsa. A hit pajzsa szinonimája, hogy ajtóméretű pajzsok voltak ezek,
szinte teljes testet lehetett védeni, talán még valamilyen nagyobb is volt, mint ez a pajzs itt a képen. Ez egy kép. Az ajtó arra való, hogy beengedj és kiengedj valamit. A hit és az ajtó kapcsolata pedig azt jelenti, hogy azt engedem az életemben, akibe bízok. Annak adok teret az én életemben, akiben bízok. Akibe és ami felé a hitemet gyakorlom, abban bízok, és azt határozza meg az életemet. Hányan vannak, akik a babonában hisznek? Szoktál találkozni ilyen emberekkel? Na, én is ilyen bolond voltam. Képes voltam kerülni egy kört, hogyha egy fekete macska átment az úton. Majdnem balesetet csináltam, mert elment egy fekete macska. Jaj, nem lehetnek a szerencsétlenségért. Ez is egy hit volt. Abban hittem, hogy a babona vagy a kopogás, fán, meg stb. Meg mi, fán, ugye érdekes a fán, aki kopog, de hát ezt hagyjuk. És ez a hit, ez volt a hitem, ebben hittem. Mindenki annak nyit ajtót, amiben hisz. Annak adja az élet erejét, abba veti a bizalmát, amiben hisz. Ha Krisztusban bízok, akkor Krisztusnak nyitom meg az életemet. És ha Jézus Krisztusban vetett hit által élem az életemet, akkor a szintén döntéseimet meg fogja határozni, és azt mondja, hogy bíz Jézus Krisztusban. Bíz benne, hogy ő legjobbat adja az életedben. És ő tudja, mire van szükséged. Ne lép hamarabb, ne hamarkod el a dolgokat például. Ne heveskedj, mert bíz az Úrban. Isten elhozza mindennek az idejét. Hányszor van úgy, hogy pánik tör ki rajtunk, amikor hallunk egy rossz hírt. És kell végig gondoljuk, imádkozni, hogy lecsituljon a lelkünk. És kiderül, hogy nem is volt olyan veszélyes. Vagy az Úr elkészítette a megoldást. Így van? Hogy tudok megszabadulni ebből a helyzetben, hogy ne lobbantsa lángra az ellenség az életemet? Ha a hitemet Jézus Krisztusba vetem, és bízom benne. A bűn gyökere a hitetlenség. Az Isten bevetett bizalom hiány, az a gyökere a bűnnek mindig. És a bűn ellen való harcban pedig a legerőteljesebb eszköz az, hogy bízom benned, Uram, hogy mindenről tudsz, mert Úr vagy a mennyben, és itt a földön is. És ha másképp kell, akkor azt is kijelented nekem. Ezért mondja az írás, csendesedj el a fekvőhelyeden. Nyugodj le. Ne parázz. Gondold végig az Úr előtt. Ne hamarkodd el. Vagy ne késlekedj. Itt az idő. Légy bátor. Indulj el. Aztán az üdvösség sisakját is vegyétek fel, ugye a katonának a fejét védte a sisak, a karcsapás ellen és különböző ütések ellen. A szellemi értelemben a sisakot üdvösség sisakjának nevezi a Biblia, amely tehát a gondolkodással van kapcsolatban. A Biblia szerint az üdvösség és a reménység összekapcsolódó fogalmak. Az üdvösséghez reménység párosul. Nem lehet elválasztani kettőt egymástól. Mindjárt olvasok igét is erre. A Tesszalonikai levélben egyébként a 4. rész 16. versétől az 5. rész 11-es verséig terjedő szakasz erről szól, de én most csak az 5. rész 8-as versét olvasom el. Mi azonban, akik a nappal fiai vagyunk, legyünk józanok, vegyük magunkra a hit és a szeretet páncélját, és mint sisakot az üdvösség reménységét. A sátán be akarja mocskolni a gondolatainkat, és el akar bizonytalanítani bennünket a megváltás, az üdvösség tekintetében. Hogy Isten megbocsátott nekünk, és megnyitott a számunkra mennyet, és örök életünk van. Az üdvösség sisakja, tehát a fejet, azaz az elmét, a gondolatainkat védi. Az üdv bizonyosságból reménység és erő származik. A sátán azt próbálja, azért próbálja ezt megtámadni, hogy által Isten gyermekét lebénítsa, elbizonytalanítsa, és a csatára alkalmatlanná tegye. Ennek jó példája Dávid és Góliát esete. Aki már olvasta ezt a történetet, ismeri az eseményeket. Góliát, hatalmas harcos, előlép, és megpróbálja elbizonytalanítani az ellenséget.
Józsira nézek, biztos vagy benne, katonai hadviselésnek ma is módja az, hogy az ellenséget valamilyen hírekkel elbizonytalanítani. Gondolom, ezek, erre vannak a belső elhelyítás, a titkos katonai, titkos szervezetek és mindenféle dolgok. Erre nem kérem, hogy mondjál bármit is. A hadviselésnek az egyik módja az ellenség elbizonytalanítása. Ugyanis mikor valaki bizonytalanná válik, még arra se képes, amire egyébként képes lenne. Csökkenti a teljesítményt, lebénítja. Ezért a legőrültebb főnökök azok, akik szétzilálják az alkalmazottaik lelkét. És állandóan stresszelik őket. Ott állnak az ajtóba. Késtél egy percet. Azt nem nézi, hogy 10-del tovább maradt. Késtél egy percet. De most gondolj bele, ilyen ekkora gyomra úgy megy bedolgozni. Biztos nagyon hatékony lesz a munkavégzés. Az ellenségnek is ez a taktikája, hogy ilyen legyen a gyomrod. Összemenjen, féljél, rettegjél, bizonytalan legyél. Ne legyél erővel teljes, reménységgel teljes. Mint akinek örök élete van. Istenhez tartozik, a menny felé tart. Nem bizonytalan a cél, ami felé tart az életében. Ugyanezt próbálta a Góliát is elbizonytalanítani, próbálta Izrael népének seregét, és azok nem mertek harcolni. A Biblia azt mondja, egész nap csak fényesítették a pajzsot, tisztítgatták a kardot, reggel kivonultak, meghallgatták, hogy Góliát gyalázza őket, szidja őket. Jó van, ma se kellett harcolni, menjünk haza. És hozzászoktak ahhoz, hogy mindig megalázzák, gyalázzák, megszégyenítik őket. Ez lett az életformájuk. Milyen keresztény megengedi az ördögnek, hogy életformájává váljon, hogy az ördög gyalázza és megalázza. És megfossza a reménységtől. Pedig nem kéne neki így lenni, mert Isten hatalmas erővel övezett fel. És neked adta az üdvösségi zsakját, azaz, hogy meg vagy váltva. Te Istenhez tartozol, örök életed van, meg vannak bocsátva bűneid. Megsz vagy szabadítva, és nincs hatalma többi az ördögnek feletted. És előjött egy kis pirosposgás gyerek, kis paritjájával, meg a botjával, ez van Dávid, vittek is kaját a tesóknak, meg ellátmányt a seregnek. És hallgatja, hogy mit kiabál ez a filiszteus, a Góliát, és csodálkozik. Figyeljetek már ide, hát ez egy vesztes. Hát nem veszitek észre, hogy gyalázza az Isten? Hát a vesztes oldalon áll. Hát ti meg Isten népe vagytok. Hát ez gyalázza Isten, akkor ti csak győzhettek. Ha ti Istenben bíztok. És akkor így olvassuk a történetet, és ugye érdekes ez, hogy amikor beszélünk erről a gonosz napról, akkor sokszor egy ilyen Góliát lép be az életébe az embernek, vagy közelíti meg. Lehet ez egy betegség, egy anyagi nehézség, családi probléma, konfliktus, élettel kapcsolatos válság, munkahelyi probléma, olyan hatalmas erősség, amit azt gondolod, hogy itt kevés vagyok. És Dávidnak a lelkületét nézzétek meg, mennyire tele van reménységgel és hittel. Azt mondja, ezt mondta a filiszteus Dávidnak, gyere csak ide, haladjam testedet az égi madaraknak és a mezei vadaknak. Ugye terror, elbizonyítanítási hadművelet. Dávid így felelt a filiszteusnak. Te kardal és lándzsával és dárdával jössz ellenem, hát nagyobb volt a dárdája, mint Dávid. Ellenem, de én a seregek urának, Izrael csapatai istenének a nevében megyek ellened. Akit te kicsúfoltál, még ma a kezembe ad az Úr. Leváglak és a fejedet veszem, a filiszteusok seregének, a hulláit pedig még ma az égi madaraknak és a mezei vadaknak adom. És megtudja mindenki a földön, hogy van Isten Izraelben. És megtudja az egész egybedűlt sokaság, hogy nem karddal és lándzsával szabadít meg az Úr. Mert az Úr kezében van a háború, és ő ad a kezünkbe benneteket. Értitek? Hogy hogyan gondolkodott Dávid? Hogy ő nem félt ezektől a helyzetektől. Tudta, hogy Isten uralkodik. És nem az emberig látott. Hanem látta azt, hogy nem test és félelem a harcunk, hanem a szellemi régióban, és ott fog eldőlni ez a csata. És Dávid egyébként több esetben, amikor hadat vív, akkor ez megjelenik az életében, és ha az Úr is úgy akarja, és úgy vezet, akkor még talán még egy alkalommal egy-két ilyen
alapelv szinten egy történetet megnézünk a szellemi hasznak a Bibliában lévő gyakorlati megvalósulásával kapcsolatosan és annak az eredményét tekintve, hogy milyen eszközöket használtak a Biblia hősei ezekben a harcokban. És a Tesszalonikai levélben 5. részben azt olvassuk, mert az Isten nem haragra rendelt minket, hanem hogy elnyerjük az üdvösséget a mi Urunk Jézus Krisztus által, aki meghalt értünk, hogy akár ébren vagyunk, akár tehát élünk, akár alszunk, azaz meghaltunk, eltemettek bennünket. Vele együtt éljünk, azaz örök életünk van, a halál nem választ el bennünket őtőle. Vigasztaljatok tehát egymást, és építse egyik a másikat, ahogyan teszitek is. Az üdvösségnek pedig két tartalmi eleme van, amelyet Krisztusban adott engem az Isten. Egyik tehát a megváltás, amikor megváltott bennünket Isten a sátán hatalmából és a bűn fogságából, a halál fogságából, a másik pedig az engesztelés, amikor a vétkei miatt haragját az Istennek Jézus Krisztus kiengesztelte áldozatával. És ugye itt van a lélek kardja, az egyedül támadó fegyver, a szellemi fegyverzetben, ez pedig Istennek beszél, Istennek igéje, azaz Isten igéje az, amely ketté vágja a gondolatokat, az érzületeket, a motivációt, megvizsgálja az ember szívében, hogy mi az igazság és mi a hamisság, tiszta, világos képet kap az ember, közlével Isten az ő beszédét a Szentlélek által, megérti, megelvenedik, és egyrészt kitisztul a kép, ami megpróbált az ördög összezavarni az érzésekkel és különböző gondolatokkal, Isten igéje, hogy kitisztítja az ember életében. És az ember azt mondja, Uram, ez az igazság. A te igéd igazság. És ez az, ami megtöri az ördögnek az erejét. És megugrasztja az ellenséget, amikor kimondod Istennek beszédét, amikor a szívedet elkötelezed az Isten igéje mellett. Ne feledd el, nem abban van erő, hogy kiabáld az igét. Bár néha kiáltunk is, mert Bibliában vannak olyan érzelmi megindulások, olyan élethelyzetek, életszituációk, amikor az ember kiált szabadításért. De nem abban van az erő, hogy hangosak vagyunk, hanem abban van az erő, amit Isten mondott. És azt mondom, hiszem, Uram, hogy ez a te igéd. És ezt a szívembe kinyilakoztattad, megértetted velem. És ez az igazság a Jézus hatalmas nevében. Ez a kard. És aztán pedig minden imádságotokban és könyörgésedben imádkozzatok a Szent Lélek által, és legyetek éberek, teljes álhatatossággal könyörögve az összes szentekért, minden testvérünkért. Gyülekezetünkben nagyon fontos, mikor összejünk a vezetőkkel, gyakran tesszük azt, hogy vesszük az imalevelet, és mindenkért imádkozunk egyenként. Szegedélyekért is, gyerekekért is, mindenkiért egyenként név szerint imádkozunk. Javaslom neked is, hogy néha vedd elő a házi csoportodat név szerint. És tudjátok, imádkozunk rendszeresen a pásztorkör gyülekezeteiért, vezetőért, pásztorért. Ezen a héten ugye különösen a következő héten együtt is imádkozunk. Hétfőtől szombatig minden este találkozunk testvéreinkkel. Lesz lehetőség együtt is imádkozni, figyelni a Szentlélekre. És imádkozni a Szentlélek vezetése által az Isten világosságában. És az áldás, amely Isten igéjéből így hangzik, ezért aztán mindenkor imádkozzunk, értetek, hogy ami Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel, és a hit minden erejével, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek, és ti is ő általa, ami Istenünk, és az Úr Jézus Krisztus kegyelméből. Amen.